8 óra van, ez a híradó az M1-en, Kontra György vagyok, jó reggelt kívánok! Halálos áldozata is van a szombati tömegszerencsétlenségnek, amely az M1-es autópályán történt, nem messze Budapest határától. A romeltakarítás során egy 44 éves férfi holttestét találták meg az egyik kiégett roncs alatt. Összesen 39-en sérültek meg Magyarország egyik legnagyobb tömegbalesetében, köztük 10 gyermek. Két ember életveszélyes állapotban van. A rendőrség büntetőeljárást indított. Döbbenetes képsorok a brutális tömegbalesetről. Egy kamion szinte fékezés nélkül csapódik az utat eltorlaszoló autókba. A fedélzeti kamera rögzítette az ütközést. A felvételek egy román nyelvű közösségi média csoportban jelentek meg. Mutatjuk még egyszer. Sűrű porfelhő van, szinte semmit sem látni. A sofőr mégsem lassít, 90 km/h megy. A torlódást későn észleli, és szó szerint letarolja az állójárműveket. Így nézett ki a karambol helyszíne. Két autót tolt át a szemközti sávba, és gyűrt maga alá egy nyerges vontató. Ez felismerhetetlenné vált. Összenyomódott, és kitörtek a kerekei. Több másik kocsi pedig teljesen kiégett. Egy katasztrófa filmhez hasonlított az M1-es autópálya Hegyeshalom felé tartó szakasza, a fővárostól mindössze néhány kilométerre. Mostanra már biztossá vált, hogy ez a valaha volt egyik legsúlyosabb magyarországi közúti tömegszerencsétlenség. 41 jármű ütközött össze. Egy 44 éves férfi meghalt, akire az egyik kiégett autó alatt találtak rá. További 39-en megsérültek. A füstben, a porviharban szinte alig lehetett látni, alig lehetett lélegezni. A tömegbaleset helyszínén apokaliptikus körülmények voltak, mondta az országos mentőszolgálat szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, 4 mentőhelikoptert és 16 mentőautót riasztottak. A sebesülteket, köztük több gyermeket 4 település, Győr, Tatabánya, Székesfehérvár és Budapest kórházaiba szállították. 4 gyermek, illetve 10 felnőtt súlyos sérüléseket szenvedett, jellemzően töréseket, zúzódásokat, belső sérüléseket. Volt egy férfi, aki légúti égés miatt életveszélyes állapotban került, lélegeztetve mentőhelikopterrel kórházba. Füstölgő motortér, elszenesedett roncsok. 7 városból 70 tűzoltó megfeszített tempóban még késő éjszaka is dolgozott. Oltották és vizsgálták át az izzó járműveket, de szinte minden a tűz martalékává vált. A bicskei önkormányzati tűzoltók melegedő busza is a helyszínre érkezett, valamint a bicskei önkormányzat 5 ember részére ideiglenes szállást biztosította az éjszakára. Az autópálya már újra járható, és a szalagkorlát javítása is befejeződött, de az útburkolat mintegy 250 négyzetméteren megsérült, ezért 80 km/h sebességkorlátozást vezettek be az érintett szakaszon. A közösségi oldalakat elárasztották a balesetről készült felvételek. Már messziről lehetett látni a hatalmas lángot és füstöt, aki csak tudott, azonnal megállt és próbált segíteni. Szélvihar tombolt, ami a környező szántóföldekről befújta a port az autópályára, ezért rendkívül rosszak voltak a látási viszonyok. Bár még nem lehet megállapítani, hogy ki vagy kik okozhatták a tömegszerencsétlenséget, az biztos, hogy ha a követési távolságot többen betartják, kevesebb kár keletkezik, mondta az M1-nek nyilatkozó közlekedési szakértő. Dobrocsi Endre felhívta a figyelmet, ha ilyen időjárási jelenséget észlelünk, az a legfontosabb, hogy fékezzünk és húzódjunk le, akár a vízvillogó bekapcsolásával, de mindenképpen jelezzünk a mögöttünk haladóknak. Ismét felszínre került az a nagyon régi vezetéselmélet és vezetéstechnikai alapelv, hogy mindig csak olyan sebességgel szabad közlekednünk, hogy meg tudjunk állni minden olyan akadály előtt, amelyre adott útszakaszon számítani lehet. Ennek érdekében nagyon fontos, hogy az általunk belátott útszakasz sosem legyen rövidebb, mint a féktávolságunk. Ennek érdekében nagyon fontos ugye az, hogy amikor nem látunk egy területet, oda nem szabad behaladni, hiszen nem tudjuk, hogy a mi biztonságos haladásunk feltételei fennállnak-e. A rendőrség büntetőeljárást indított, szakértők bevonásával vizsgálják a tömegkarambol körülményeit. A magyar baloldal inkább a nyugati világ háborúpárti álláspontját képviseli, de a magyar érdek az, hogy mielőbb béke legyen, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában.
Kocsis Máté a békepárti nyilatkozatról szólva hangsúlyozta, lényege, hogy Magyarország elkerülje a belesodródást a háborús konfliktusba. Igazságos és tartós béke pedig nincs anélkül, hogy a megszálló orosz csapatok ne vonulnának vissza az ő területükre. Béke akkor lesz, és ezt ki kell mondani, hogyha Oroszország azonnal kivonul Ukrajna teljes területéről. A tartós és igazságos békének egyetlen alapvető feltétele van, az, hogy Oroszország hagyjon fel az agresszióval, és vonuljon ki a megszállt ukrán területekről. A baloldali ellenzéki pártok szerint csak Ukrajna győzelmével lehet béke. Ezért bírálták a kormánypártok békepárti határozati javaslatát az előterjesztés keddi vitájában. Életeket menteni csak az azonnali tűzszünettel és a béketárgyalások kikényszerítésével lehet. A Fidesz és a KDNP azonban úgy látja, hogy most életeket kell menteni, mert ennek a háborúnak nem lesznek győztesei. Kocsis Máté a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában azt mondta, a magyar baloldal inkább a nyugati világ háborúpárti álláspontját képviseli, de a magyar érdek az, hogy mielőbb béke legyen. A Fidesz frakció vezetője hozzátette, a baloldal, ahogy fogalmazott, mindenféle ötletekkel, módosító indítványokkal megpróbálja szétzilálni a békepárti nyilatkozatot, ami a magyar érdekeket tartja szem előtt. A politikus arra számít, hogy a hazai baloldal nem szavazza meg a határozati javaslatot. Miután a magyar parlament baloldala inkább a nyugati világ háborúpárti álláspontját képviseli, ezért nyilvánvalóan nem számítok arra, hogy egy békepárti nyilatkozatot megszavaznak majd, sőt, inkább arra számítok, hogy a következő napokban, hetekben is támadni fogják ezt a javaslatot. A baloldal háborúpárti. A baloldal és a nemzetközi bekötöttséggel rendelkező csoportok Magyarországon a háborúpárti álláspontot, a nemzeti oldalon állók pedig a békepárti álláspontot képviselik. Erről beszélt Orbán Viktor pénteki rádió interjújában. A kormányfő hozzátette, szerencsére a békepártiak meggyőző többségben vannak. Az ország választott képviselőinek a nagy része az békepárti. A baloldal háborúpárti, de miután a jobb baloldali arány az utóbbi rovására a jobb oldal előnyére áll fönn, ezért sokkal nagyobb a békepártnak a súlya és befolyása Magyarország életére, mint a háborús pártnak. A kormányfő utalva a baloldal pártfinanszírozási botrányára arról is beszélt, hogy amíg külföldről finanszírozzák a baloldali pártokat és a baloldali nyilvánosságot, el is várják tőlük, hogy háborúpártiak legyenek. 10 éve vezeti a katolikus egyházat Ferenc pápa. 2013. március 13-án választotta meg a konklávé az argentin bíborost Szent Péter utódának a Szent Szék élére, miután egy hónappal korábban 16. Benedek pápa rendkívüli módon lemondott egyházfői címéről. Ferenc pápa nevét Assisi Szent Ferenc tiszteletére választotta, ezzel is jelezve, olyan egyházat szeretne, amely kiáll a szegények, a béke és a teremtett világ védelme érdekében. Több százan emlékeztek meg Petőfi Sándorról, Teleki Sándor honvédezredesről és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről Koltón. A Máramaros megyei település a rendszerváltozás óta nemzeti zarándok helyé vált. Itt töltötte mézes heteit Petőfi Sándor és Szendrei Júlia, gróf Teleki Sándor kastélyában, aki honvédezredesként szintén jelentős szerepet vállalt a forradalomban. Mint nekünk a forradalom és szabadságharc üzen, az a nemzeti összetartozás határokon átívelő módon, ezért dolgozik a magyar kormány, és ezért dolgozunk most már ugye 2010 óta folyamatosan, amit ezt a lehetőséget megkaptuk, és én is azért jöttem ide, hogy ezt az összetartozást a kormány nevében is ki tudjam fejezni, és meg tudjam mutatni. Legkevesebb 8-an meghaltak, de 7 embert még eltűntként keresnek, miután elsüllyedt egy illegális bevándorlókat szállító csempészhajó a nyílt tengeren Kalifornia partjainál. A térségben ugyanis heves viharok dúlnak, az embercsempészek mégis útnak indították a kis csónakot. A hatóságokat egy másik csempészhajón utazó migránsok értesítették spanyolul. A tengerszakasz ugyanis rendkívül forgalmas, évi több száz alkalommal fordulnak meg itt az embercsempészek csónakjai. Legtöbbször éjszaka, ami rendkívül veszélyes. További részletek Los Angelesből Lukóczki Gábortól.
A külmotoros halászcsónakok már a kaliforniai partok közelében voltak, amikor az egyik illegális bevándorlókkal zsúfolt csónak felborult. Mindez történt az éjszaka közepén, téli időjárási viszonyok közepette a háborgó tengeren. Miután a segélyhívás befutott a San Diego-i parti őrséghez, szinte azonnal elindultak a kutató és mentőegységek. A csónak helyzetét a segélykérő mobiltelefonjának GPS adatai alapján próbálták meghatározni. Még az azonnali helikopteres légikutatás a kedvezőtlen időjárás, a ködös idő miatt hiúsult meg, addig a vízimentő csapatok munkáját a dagály nehezítette. Míg jó pár illegális bevándorló épségben partot ért San Diego-nál, addig 8 társuknak már csak a holttestét találták meg. A halálos áldozatok mindegyike felnőtt, néhányuk mexikói állampolgár. A San Diego-i mentőalakulatok egyik illetékese az elmúlt évek legtragikusabb embercsempész akciójának nevezte a történteket. Átadták az Oscar-díjakat, a filmvilág legrangosabb filmes elismeréseit Hollywoodban. A 95. Oscar-gála nagy győztese a Minden, Mindenhol, Mindenkor című film lett. 7 díjat, köztük a legjobb film, a legjobb rendező és a legjobb női főszereplő címet zsebelte be. Utóbbit Michelle Yeoh személyében, aki az első ázsiai nőként nyerte el az elismerést. A legjobb férfi főszereplő díját egy nagy visszatérő Brendan Fraser kapta a Bálna című moziban nyújtott alakításáért. A legjobb animációs film kategóriát az orosz ellenzéki politikusról szóló Navalnyi nyerte. A legjobb nemzetközi filmnek járó díjat pedig a Remark művéből született Nyugaton a helyzet változatlan című mozi. A legjobb mellékszereplőknek járó elismerést a Minden, Mindenhol, Mindenkor két színésze Jamie Lee Curtis és Ki Hui Kwan kapta. Ez volt a Híradó 8 óra után, újra megnézhető a híradó.hu oldalon, és ott további híreket is találhatnak. Most a Nemzeti Sporthíradó következik Kovács Dániellel.